Szerusz, most itt mesélj, légy szíves, hogy alakult a Vácon? Hát úgy alakult, ahogy szerettük volna, igazából tesztelni jöttünk, megkértem a Balogh Jani barátomat, hogy állítsunk futóművet ezen a viadalon. Ő igent mondott, és igazából ez volt a koncepció, ezt is csináltuk a gyorson, vagyis a versenyen. Egyszer volt egy szituációnk, és majdnem földöltünk, de hála Istennek visszaborultunk, és egy kis indítás után mehetünk tovább. Ott egy picit behagytunk, de igazából a vége teljesen jó sikerült, és tudtunk állítani a futóműben. Én úgy gondolom, hogy jó fele haladtunk a beállítás ügyileg, és baranyára jó koncepciót találtunk. Köszönöm szépen a válaszokat. Még egy kérdésem volna, hogy idén láttunk már tőled olyan felvételeket, ahol szintén meleg szituációban voltatok verseny alatt. Hogy alakult az idejében? Mesélj róla egy pár szót. Idén két bajnokságban is szerepeltem, és évelején úgy tűnt, mintha a magyar bajnokság nem is akart volna elindulni, így elindultam szlovák bajnokságba, és menet közben jött meg az étvágy, és azért maradtam magyarba is, azért mert második helyen álltam a bajnokságba, így hát a Sztáróban vittem a két bajnokságot. Úgy áll a dolog, hogy mindenkit bajnokságban második vagyok. Még ha van egy Komló, meg egy Pozsony Rallink idén, ezen szeretnénk még beerősíteni ezt a pozíciót. Szlovákban még abszolút is egész jó állunk, abszolút negyedik vagy ötödik helyen állunk, és azt is szeretném megtartani. Hát elég nehéz volt az évad, mert tényleg sok kilométert mentünk, és volt mindenféle most hát mindenféle rally körülményt megtudtam ebben az évben. Hát remélem, hogy adja jó Isten, hogy még lesz pár ilyen évem, de nagyon jó szájízzel megyünk az utolsó két jó versenyre is, mert ez a második hely is szerintem jó eredmény ahhoz képest, hogy nagyon sok jó pilótával versenyeztem. Köszönöm.